Különleges hangulatban telt el a szilveszter este Szabadkán. A közel mínusz 10 fokos hideg ellenére több száz szabadkai látogatott ki a főtérre, ahol ismert lemezlovasok szórakoztatták a közönséget. Pontban éjfélkor látványos tűzijáték mellett köszöntötték az új esztendőt, és hagyományosan felcsendült a Kék Duna keringő is. Hát a jövő évek milyen kívánságaim vannak? Hát én nem gondolkodtam igazából. Nagyon összetett kérdésre. Szerintem a legjobb az, ha az ember igazán belevág az új évbe is, mindent kihoz magából, hogy legjobban teljesüljön. Hát külön kívánságom nincsen, az arra, hogy minden menjen jó. Nagyon rosszat ne legyen, de hát csak előre. Előre meg kell próbálni pozitívnak maradni. Ezt kérdezik, most én okosakat mondtam így, ugye? Legyen egészség, békesség ennyi. Ez a legfontosabb. A szilveszter este komolyabb incidens nélkül zajlott le. A mentők csak két esetben intézkedtek, petárda okozta sérülés miatt. A szabadkai kórházban is ünnepeltek, ahol az este folyamán megszületett az első kisbaba, mégpedig egy kisfiú, aki 4 óra 45 perckor jött a világra.